Sziasztok! Ez a Honfoglaló Híradó különkiadásának első része. Kicsit még rendhagyó módon készítettük ezt a videót nektek. Videóhívás keretében beszélgettünk Attilával a csalók kérdéséről. Elnézést kérünk a kicsit rosszabb hang és kép minőségért. Reméljük, hogy a következő adást már a főhadiszállásunkon készíthetjük. Szerintem akkor kezdjük a beszélgetést először a rendszer működéséből adódó esetleges csalási lehetőségekről. Erről mit tudsz mondani? Alapvetően ugye általánosságban az a helyzet, hogy a legtöbb csalás vagy trükközés az ebből fakad, hogy a rendszer valahogy meg lett tervezve, aztán az emberek, ahogy játszanak a játékkal, egyre inkább kiismerik a lehetséges kiskapukat. Az egyik legfontosabb célunk az lesz, hogy az új verzióban a lehető legkevesebb ilyen kiskaput hagyjunk. És most pedig nem is mennék bele mélyebben abba, hogy most milyen lépések vannak, hiszen alapvetően egy csomó kérdés érkezik tőletek, és úgyhogy a kérdésekre válaszolva valószínűleg sokkal jobban meg fogjátok érteni, hogy mik azok a típusú hibák, vagy nyitva hagyott lehetőségek, amiket a trükközők ki tudnak használni. Már többször említettük, hogy ehhez a verzióhoz már nem nagyon tudunk hozzányúlni, nem tudjuk fejleszteni vagy módosítani, de az összesorsolás kapcsán azért történtek változtatások. Erről tudunk valamennyit beszélni, valami információt elmondani, ami publikus? A tapasztalatunk az, hogy ugye ez már korábbi híradóban beszéltünk róla, hogy az összesorsoló rendszernél sokkal nagyobb súllyal veszük figyelembe a játéknyerést, mert a trükközésben ez volt az egyik módszer, hogy mivel válaszerő alapú volt az összesorsolás, ezért rengetegen mindenféle módszerekkel lerontották a válaszerejüket, hogy így erőnyt tudjanak szerezni és gyengébb játékosokkal játszani. Ez a módszer ez sok dolgot megjavított, de nem tudott mindenre megoldást találni. Ez azért van, mert ez az egész összesorsoló rendszer, a ranglisták, ez mindegy összefüggő nagy komplex rendszer. Ebben, hogyha egy-egy dolgot módosítasz, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egész rendszer működését rendbe tudott tenni. Előfordulhat, hogyha itt módosítasz, akkor valami más ezzel meg esetleg elrontasz, vagy valamiféle más lehetőségek nyílnak meg az emberek előtt. Úgyhogy ezért van az, hogy mindenképpen az új verziónál az eddigi hibákat, amikből beleszaladtunk, azokat mindenképpen szeretnénk kijavítani, és egy olyan rendszert kiépíteni, ahol ezek a kapuk, ezek bezárulnak. Végigolvastam a korábbi kommenteket, és többekben felmerült a mini bajnokság témája. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a legtöbben már lényegében csak jelprontásra használják ezt a funkciót. Ezzel tervezünk valamit? Milyen elképzeléseink vannak? Hát a minibajnokság pont az a tipikus kiskapu, ami nem is olyan kiskapu, hanem inkább már ilyen nagykapu, amin keresztül lehet trükközni a rendszerrel. Az új verzióban a bajnokságoknak teljesen megváltozik a szerepe. A minibajnokságok nem fognak semmilyen szinten beleszámítani az eredményekbe, a ranglistás eredményekbe. A minibajnokságnak egy olyan funkciót szánunk, hogy ez inkább a közösségről, a barátokról, a klánról szólhasson. Tehát lesz lehetőség arra, hogy akár egy klán rendezzen bajnokságot a saját tagjainak, ilyen korlátozott létszámokat, természetesen nagy bajnokságokat, vagy akár egy baráti társaság is tud egy-egy bajnokságot rendezni. Tehát a kisebb bajnokságok szerepe az teljesen meg fog változni az új verzióban. Többen kérdezték, illetve említették még a másodnikkezést, újrakezdést. Nagyon sokszor felmerül az a játékosokban, hogy jó lenne, hogyha IP alapján tiltanánk ezeket a neveket, játékosokat, de azért ezt tudjuk, hogy ez nem egy működő megoldás. Erre van valamilyen elképzelésünk, hogy hogyan akarjuk ezt meggátolni, vagy visszaszorítani ennek létezését? Hát ahogy te is említetted, a technikai megoldás igazából a másodnikkezésre nagyon nehéz, igazából azt mondanám, hogy lehetetlen, mert a mai korban, amikor bárkinek lehet egy mobilnetes csatlakozása, ami tökéletesen más IP címről megy, és lehet egy wifi-s csatlakozása, ami megint teljesen más IP címről megy, innentől kezdve ez az IP cím alapú dolog, ez teljesen esélytelen. Illetve emellett viszont még mindig ott van az, hogy egy csomó ember viszont azonos IP-ről jön, mondjuk nem tudom, egy munkahelyről vagy egy iskoláról, tehát hogy ezek az IP cím alapú detektálások egyfelől technikailag se túl megvalósíthatók, a másik fele pedig az, hogy a GDPR korában mi nem is nagyon tárolunk, és nem is nagyon tárolhatunk ilyen információkat, és nem is törekszünk erre. Itt is ugyanaz a megközelítésünk, ami az előző kérdéssel kapcsolatosan, a rendszer szintű trükközésekkel kapcsolatosan.
hogy nekünk az a feladatunk, hogy olyan logikát építsünk a ranglisták köré, ami egész egyszerűen nem éri meg két nikkel versenyezni a ranglistán, hiszen épp elég kihívás az, hogy az ember azzal az egy fő nikjével ott legyen, és ott valódi verseny legyen, és próbáljon meg úgy azzal az egy nikjével a lehető legjobb eredményt elérni, és semmilyen szinten ne lehessen előnye abból, hogyha ő neki van egy második nikje. Hát inkább ez a célunk ezzel. Szerintem itt majd a ranglistákról, meg a liga rendszerekről úgyis egy következő adásban majd bővebben beszélünk, főleg már a szavazás eredménye azt, ezt indokolja. Viszont még felmerültek a gépi csalások, vagy Excel táblázatból puskázók, velük mit tudunk kezdeni, vagy ez egy létező probléma? Hát ugye a gépi csalás... Annak ellenére, hogy itt az, most már mondhatom, hogy évtizedek alatt elő-elő kerültek csalószoftverek, ezzel szemben egyébként egész hatékonyan tudunk küzdeni. Tehát tudomásunk szerint talán egy olyan csalószoftver van, ami elképzelhető, hogy valamennyire működik, de ahhoz borzasztó módon meg kell erőszakolni valakinek a saját gépét, és olyan szoftvereket föltelepíteni, ami egyébként iszonyatos veszélynek teszi ki a gépet. De tudomásunk szerint egyébként elterjedt csalóprogram most nincsen. Azt nem tudjuk mondani, hogy soha nem is lesz, hiszen a NASA-nak a rendszerét is megtörték. A Sony pár évvel ezelőtt rakott ki egy ilyen halálbiztosnak tűnő játék titkosítási algoritmust, amit körülbelül 2 hét alatt törtek meg a hackerek. De azt gondolom, hogy a honfoglalóban nem igazán jellemző az, hogy valaki gépi csalással játszana. Ami jobban előfordul, ugye ezek az adatbázis csalások, Excel-es keresések, Google-es keresések, ezekkel nem viszont teljesen lehetetlen úgy védekezni, hogy megpróbáljuk ezt detektálni, hiszen ha valaki a gépen játszik, és mellette a telefonján keres rá a Google-en a válaszra, az nincs rendszer, amivel meg lehetne fogni. A célunk inkább itt az adaptív válaszidőnek a bevezetése, hogy tényleg a profibb, tapasztaltabb játékosoknál lejjebb csökkentjük a válaszolásra rendelkezésre álló időt, tehát ne legyen idő semmiképpen arra, hogy valaki egy külső szoftver segítségével keressen választ. Illetve hát a másik fele az, hogy amint elindult az új verzió, a következő nagy projektünk az, hogy elkezdünk a kérdésadatbázisra nagyon erősen ráfókuszálni. Tehát tisztában vagyunk azzal, hogy hatalmas lemaradásaink vannak az évek alatt felgyűlt beküldött kérdéseknél, amit most nem magyarázkodás, de ezt már korábban is elmondtuk, hogy abban az időszakban, amikor ez a több tízezer kérdés felgyűlt, akkor nem mi kezeltük az oldalt, hanem egy másik csapat. De az látszik, hogy ez a közösség segítsége nélkül nem fog menni, tehát képtelenek leszünk ezt saját magunk megoldani. Ez lesz a következő lépés, és azt gondolom, hogy ha olyan kérdések lesznek az adatbázisban, amik kicsit trükkösebbek, kicsit gondolkodósabbak, nem ennyire mechanikusak, hogy most akkor mikor született Petőfi Sándor, és akkor beütöd a Google-be, és egyből kidobja a választ, akkor ez a kiskapu is be fog zárulni. Meg így az adás végén az aranytallér vásárlás segítségek vásárlását szerintem arról érdemes lenne beszélni. Többekben felmerül, hogy effektív, ez is egy csalási mód, hiszen pénzért megveszed a játék nyerésedet, hogyha most nagyon szélsőségesen akarjuk ezt így megfogalmazni. Ezzel van valami tervünk az új verzióban, vagy hogyan tovább ennek kapcsán? Hát ugye maga az alaphelyzet az, hogy tisztában kellettek, hogy mi is tudjuk, hogy ha valaki segítséget vásárol, az valamilyen szintű előnyt szerezhet a többiekkel szemben. Ezt azért mindenképpen abban a mederben tartjuk, és törekszünk rá, hogy korlátozzuk azért a számát, nem lehet korlátlan, nem lehet minden kérdésnél segítséget használni, a nem fizetős játékosok is kapnak segítségeket, és az a tervünk, hogy az új verzióban egyre nagyobb számban, egyre több lehetőség legyen erre, hogy szerezni tudjanak segítségeket. De azt viszont nagyon fontos tudni, hogy a honfoglaló elsősorban ebből él. Tehát abból a bevételből él, amit tőletek játékosoktól kap, elsősorban a fizető játékosoktól, és a második, harmadik számú bevételi forrásunk az a társasjáték eladás, illetve a reklámbevételek. Egyik sem elég erős önmagában ahhoz egyik bevételi forrás, hogy az egész céget tartsa, tehát mind a háromra szükségünk van.
Viszont ami a tervünk a fizetős segítségek, vagy egyáltalán a tőletek játékosoktól érkező bevételekkel kapcsolatosan az az, hogy, és erre teszünk is egy kísérletet most az új verzióban, egy kicsit elmozdítani a pártoló klubtagságszerű irányba ezt az egész modellt, és a tőletek érkező befizetésekkel ne elsősorban a játékbeli előnyök járjanak, hanem például ingyenes bajnokságindítási lehetőségek, speciális saját kérdéssel indított külön szobás játék lehetőségek. Tehát egy kicsit olyan dolog, ami nem előnyt ad egy játékon belül annak, aki ebbe a klubtagsági rendszerbe belép, hanem inkább olyan plusz lehetőségeket a játékon kívül, inkább a közösségben, amitől az egész játék kicsit izgalmasabb, és a barátokkal még nagyobb szórakozás lehet. Szerintem akkor ennyi fért ebbe a mai adásba. Nem tudom, hogy van esetleg még bármi, amit nem mondtál el, vagy én nem kérdeztem, és szeretnéd elmondani. Már így is pont elég hosszú szerintem ez az adás, de természetesen, hogyha marad bennetek kérdés a csalók kapcsán, vagy a mai téma kapcsán, akkor azt nyugodtan még kommentben kérdezzétek meg. A következő adásban, ugye, amit már mondtuk is, hogy a ranglistákkal, ligarendszerrel fogunk foglalkozni, ami azért elég szorosan csatlakozik ehhez a témához, tehát simán beleférhet az is, hogy a következő ligarendszeres adásban még kitérünk valami olyan kérdésre, ami ebből az adásból kimaradt. Ez az egész formátum most még alakul, mi se tudjuk, hogy pontosan mi lesz belőle. Nagyon szeretnénk ezt veletek együtt alakítani, úgyhogy ezért mindenképpen, hogyha ha tetszett, ha érdekel ez az egész dolog, vagy szeretnétek rajta akár változtatni, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a videókat, kövessétek az adásokat, és mi pedig mindenképpen próbálunk hallgatni arra, amit ti kommentben, akármilyen üzenetben eljuttattok hozzánk. Úgyhogy szerintem ez az adás ez így most kerek, vagy legalábbis a mi részünkről ennyi fér bele, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk, megnéztetek minket. Sziasztok, továbbra is vigyázzatok magatokra, aztán nem sokára jelentkezünk a Híradóval, a Vetélkedővel, illetve a külön kiadással is. Szóval ennyi fért az első külön kiadásba. Ha kíváncsiak vagytok a korábbi Híradókra, akkor ide kattintsatok, hogy meg tudjátok nézni, ha pedig szövetségcsatákat néznétek, akkor ide kattintsatok. Reméljük hamarosan találkozunk veletek újra, amúgy meg Instagramon is kövessetek minket. Sziasztok!